Ebben a videóban megmutatom neked azt, hogy hogyan jegyez meg bármit, akár olvasásról, akár tanulásról van szó. Ha érdekel, tarts velem! Ezt a technikát kb. Egy hete vagy két hete hallhattam az egyik interjúból, és nekem nagyon-nagyon tetszett. Kipróbáltam, és ténylegesen működött. A technika pedig nem más, mint hogy ha olvasol egy könyvet mondjuk, vagy egy tananyagot, vagy bármit, olvass el 10 oldalt, utána csukd be a könyvet, vegyél elő egy jegyzetfüzetet, és írd le azokat a dolgokat, amikre emlékszel belőle. Ez azért nagyon fontos, mert így az agyadban olyan neuronpályák keletkeznek, hogy megjegyzed és megpróbálod megérteni azt a bizonyos anyagot. Még akkor is, hogyha nem tudod az egészet. Mert sokan ugye mit csinálnak? Azt, hogy elolvasnak egy egész könyvet, max aláhúzogatnak belőle dolgokat, kicsit jegyzetelnek, stb. De hogyha őket megkérdezed, akkor nagyon-nagyon sok dolog nem marad meg az ő fejükben. Ezt az elvet pedig Jordan Peterson mondta nekem, akit mostanában elég sokszor szoktam nézni, szerintem egy nagyon-nagyon jó előadó. És ő mondta, hogy ez azért nagyon jó, mert a neuronpályákat erősíti, és meg is próbálod megérteni az anyagot. Ha pedig megérted az anyagot, és bekerült tényleg az agyadba, akkor bármikor elő tudod hívni. Ide még van még egy dolog, amit tanultam, ez pedig angolul úgy hívják, hogy space repetition. Tehát magyarra lefordítva ez valahogy úgy lenne, hogy ismétlés, de szünetenként való ismétlés. Tehát mondok valamit, ha tanulok valami új dolgot, akkor utána egy óra múlva megismétlem. Utána 3 óra múlva megismétlem, utána 1 nap múlva megismétlem, utána 3 nap múlva megismétlem, majd 5 nap múlva is. Ez azért jó, mert hogyha megtanultál valamit, 1 óra után megismétled, 3, 1 nap, 3 nap, 5 nap, akkor az tényleg ott marad az elmédben, mert annyiszor megismételted már, hogy tényleg ott lesz az elmédben, és bármikor elő tudod hívni. És bármikor igazából. Tehát, hogyha ez a videó nem éri el a 130 like-ot, akkor a Kristófot egy prosztata vizsgálatnak fogom alá. Ne, az nagyon nem lenne jó. Úgyhogy lájkold a videót. Itt tudok mondani 2 nagyon-nagyon jó könyvet. Az egyik az Jim Quick-től a Limitless című könyv. A másik pedig Jordan Peterson-tól van 12 szabály az élethez. A 12 szabály az nem feltétlenül a tanulásról szól, az inkább ilyen életfelfogás, viszont Jordan Peterson írta is, hogy nagyon-nagyon jó. Mind a 2 könyvet lent megtalálod a könyvklubban a linken. A könyvklub igazából arról szól, hogy ezeket a nagyon hosszú könyveket lerövidítjük neked. Úgyhogy 10-15 perc alatt meg tudsz hallgatni egy ilyen könyvet. Hogyha érdekel, lent megtalálod a leírásban. Ha pedig az érdekel, hogy hogyan tudsz nyelveket megtanulni nagyon gyorsan, az pedig itt megtalálod, mert erről is készítettünk egy videót. Remélem tetszett a videó, találkozunk a következő epizódban.